Az adókedvezményre jogosultak közé tartoznak például a táplálék felszívódási zavarral küzdők, az egyes vagy kettes típusú cukorbetegségben szenvedők, a mozgásszervi, adaganatos és szívbetegségek, azok, akiknél laktózérzékenységet állapítottak meg, gluténérzékeny, krómbeteg vagy endometriózis tüneteivel diagnosztizálták. A minimálbér egyharmada összegéig vehetik igénybe az adózók, az, akinek igazolása van a fogyatékosságáról. Nagyon fontos, hogy az orvos állapítja meg, a házi orvos állapítja meg ezt a súlyos fogyatékosságot a kormányrendelet a fent meghatározott betegségek alapján. Erről igazolást állít ki, ezt az igazolást nem kell benyújtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, azonban a munkáltató részére az adó előleg nyilatkozatnál ezt jelezni kell, hiszen a munkabéréből, a jövedelméből ezt igénybe veheti. A kedvezményre jogosító betegségek teljes listája megtekinthető az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben. A kedvezményt évente egyszeri alkalommal vagy havi lebontásban is igénybe lehet venni. A súlyos fogyatékosság után járó adókedvezményt vagy egész évben az adóbevallásában érvényesítheti egységesen az előző adó évre vonatkozóan, hogyha valaki ezt egyébként nem tette meg, akkor évközben a munkáltatónak adott adóelőleg nyilatkozattal is érvényesítheti ezt. Természetesen, hogyha valaki ezt sem tette meg, és a későbbiekben tudatosul benne, hogy erre a kedvezményre jogosult, akkor 5 évre visszamenőleg is érvényesítheti, akár a bevallások önrevíziójával is. A tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság megállapítása nem tartozik az adóhatóság hatáskörébe. Ezt szakorvos és házi orvos teheti meg. Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a magánszemély már az igénybevétel időpontjában rendelkezzen a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozattal.